Elég volt a zöldre festett bizniszből, készpénzre visszaváltható repoharakat szeretnénk. Félmegoldások helyett a szórakoztató iparra rátelepülő lehúzó biznisz felszámolását várja Mi Hazánk ifjai a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarától. Egy hónappal ezelőtti sajtótájékoztatónkkal felkavartuk az állóvizet a repoharak témájában. Itt bemutattuk, hogy környezetbarát szórakozás címszó alatt a Cup Revolution nevű cég milyen módon sarcolja a fiatalokat készpénzre nem visszaváltató tóker rendszerével, melyből évente több százmilliós bevétele keletkezik. Pár nappal ezután a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara egy repohár használati ajánláscsomagot állított össze, amelyben ajánlják a repoharakat használó vállalkozásoknak, hogy biztosítsák a készpénzes visszaváltás lehetőségét. Szögezzük le, hogy ez egy fél megoldás, hiszen a fogyasztókon kívül a kereskedőknek és főleg a gyártónak, a Cup Revolution nevű cégnek és sokkal jobban megéri a mostani lehúzás, mivel a repoharaknak az előállítási költsége az 20 és 80 forint között mozog, de a szórakozóhelyek többségén 400-500 forintos áron juthatnak hozzá a fogyasztók. A gyártó nem szégyelte azzal indokolni készpénzmentes rendszerét, hogy egyes tömegrendezvényeken a visszaváltás folyamata nagyon hosszadalmas. Ezek alapján egyértelmű, hogy ameddig csak ajánlást nyújt a kamara, addig a mostani állapot egy centivel nem fog javulni. Ugyanúgy tokent fognak adni a repoharakért, vagyis a fiatalok többsége ugyanúgy hazaviszi a repoharakat, hogy azok utána otthon porosodjanak. Az egyetlen megoldás erre a zöldre festett repohár bizniszre az lenne, hogyha minden repoharat használó vendéglátóipari egységben lenne lehetőség arra, hogy készpénzre ezeket a fiatalok utána visszaváltsák. Mi Hazánk ifjai szerint ezt a lépést a Cup Revolution nem, de a fiatalok elsöprő többsége annál inkább várja. Elég volt a zöldre festett bizniszből, készpénzre visszaváltható repoharakat szeretnénk.